régi álmodat fogjuk valóra váltani? A kis vasutazni fog? Igen, tulajdonképpen régi álmomat, mert már gyerekkoromban is csak egyszer voltam az úttörő vasúton, és az már egy hiányosság számomra, hogy az nem éltem ki magam teljesen. Padödőnek nagy álma, hogy felcsúton föllépjen a stadionba? A padödőnek nagy álma, hogy rengeteg fellépése legyen. Nekem tudod, mi a nagy álmom, hogy a stadionban majd egyszer focizzak. Nem lehet megkerülni? Itt van egy ilyen földes út. Jaj! Lehet, nem mondja, hogy lehet. Egy mozdony, egy pincélő mozdony. Augusztus 31. októberig nem megy. Csak hétvégén. Ja, a kis vasút? Kis vasút, igen. Vasárnap? Hányig megy? Vasárnap nekem az tökéletes. Látod? De megkérdezik, hogy fölférdete. Megint egy hét bődélelő, az utcán nem figyelnek rám. Oda kell érnem, hídelő, remekbe várom. Mentél a vasúton? Nem. Hogy van? Hát, mert tolószékkel felmenni, keskeny is az ajtó. Sikerül majd nekünk felmenni a vasúton? Neki? Hát nem tudom, nem hiszem. Nem akarok illúzióbontó lenni. Ne rozsdol a kedvem, még van. Ne, kérlek. Itt a vonat. Nem. Egyáltalán nem tudjuk kivitelezni, hogy fölférjünk sehova. Nagyon sajnálom. Na, ez nem jó, intéz már el. Na, akarok menni vonatozni. Mázlitok van. Nekem egy pekjel. Hát gezé jöttünk ide, hogy vonatozza. Na minden. Emelőgép van, amivel, mint a többi állomáson szokott lenni, amivel fel lehet tölt emelni? Az sincs. Azt adtam roppant szomorúnak, hogyha uniós pénzből épült, akkor az rám nem vonatkozik. Meg a többi nyomira, aki még él Magyarországon, hogy ez hogy van, ez nem értem. Majd ha beengednek a parlamentbe, Dávid, akkor kérdezve meg ezt Lázár Jánostól nekem, köszi. A keeping touch az emberek. Nem menj a pirosan belül. Viszlát vonatom.